már is itt van velünk, Szabó Előd. Szia! Nagy szeretettel köszöntelek. Hogy vagy? Köszönöm szépen. Jól, egyre jobban. Most már így munka közepén teljesen rendben vagyunk. Ó, egy éve voltál körülbelül nálunk, ugye? Milyen évet zártál? Hogy telt az elmúlt időszak? Nos, hát a 2020-as évet, amikor zártuk, akkor nem valami jó számokat nem mondhattam volna, különben így összegzésképpen, de így a 2021-es évet, hogyha a 20-ashoz hasonlítjuk, akkor már valamivel jobb. Még mindig nem 100%-on működünk, hanem még mindig egy kicsit a kézifőkbe van húzva, de reméljük, hogy a 2022-es év az már jobban megengedi ezeket a dolgokat a művészeknek, hogy jobban érvényesüljenek, engedékenyebb lesz majd a vírus mindenkivel szemben. Hát bízunk benne. De hát most már így az évet, hogyha mondod, hogy milyen évet zárok, hát egy éve voltam itt, és nem is tartogatom sokat a kezembe ezt az ajándékot, már át is szeretném adni. Oh. Ez pontosan egy éve jelent meg ez a lemez, úgyhogy nagy szeretettel. Szuper, köszönjük nektek. Nagyon szépen. Nagyon szívesen. Nagyon komoly ez a kép, amúgy. Azt hiszem, és hogy nagyon szeretjük is. Örülök. Azt hiszem, hogy a tavaly kicsit beszéltünk erről, vagy legalábbis a tervekről. Tavaly decemberben jelent meg, és ha jól emlékszem, én szeptemberben voltam itt. Köszönjük nálatok. Szépen. Köszönjük. Nagyon szívesen hallgassátok szeretettel. Előtt, hogyha fontos dolgokról kérdeznek téged, akkor mindig kiemeled a családot, a szüleidet, türelmes feleségedet, gyermekeidet. Hát ez utoljára volt most már. Viccet véletéve természetesen ez így van. Fontos számodra a család, hogy otthon minden rendben legyen, akkor a te lelkednek is sokkal jobb? Igen, és valamilyen szinten az a lelki béke, ez a munkára is kihat, és szerintem nem egyedüli ember vagyok, aki ezeket így gondolja. Hát például a dalokban is, hogy ugye hangulatember, egy művész, aki alkot, és hogyha éppen itt belül nincs jól, akkor valószínű az ráhat a muzsikára is, meg a dalszövegekre is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos. És én az az ember vagyok, aki próbálja a harmóniát kezelni, meg ápolni, és számomra nagyon fontos. Szóval ezért teszek is minden alkalommal, amennyiben lehet. Nem megyünk haza a kocsmából részegen. Toleráns a feleséged? Amúgy igen. De hát nem, ez nyilván ez egy vicc volt. De toleráns. Én úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolatnak az alapja a tolerancia. És utána a szeretet. Mert ugye a szerelem egy idő után elmúlik, marad a szeretet. Jó, ez most már még nálam nem aktuális, de a tolerancia az mindenképpen mindenkinél. Nem kell mindig észrevenni mindent, és akkor az sokkal könnyebben telik a nap el. Egy művész emberrel együtt élni szerintem nagyon toleránsnak kell lenni. Azért nem megszokott a munkaidőnk, éjszakázások. Igen. Ez így. Időm van főzni nappal például. Éjszaka nem vagyok otthon, és nappal azért elég sokat főzök, és szeretek is főzni, ezt a család nagyon szereti. Ó, hát akkor pont most ugye a nagy ünnepi készülődésben. Na pont most nincs időm. Pont... akkor sehogy se jó. Mire van időd? Hát most már így 3 napja nem voltam otthon, úgyhogy körülbelül még 3 napig nem is leszek. És utána pedig arra lesz időnk, hogy beüljünk az autóba és elutazunk Budapestre, ott töltjük a karácsonyt a testvéremnél. Az egész család, szüleim is, az én családom is, szóval mindenki elmegyünk Budapestre, ott leszünk 28-áig. És akkor nagy előkészületek nem lesznek ugye a karácsonyra kapcsolatban, tehát főzés, takarítás, ajándékvásárlás. Nem, ahova megyünk, ott biztos, hogy most nagy lázban égnek a testvéremék. Tehát ti megúsztátok. Megúsztátok, ezt így is terveztem, mert tudtam, hogy lesz egy ilyen 6 napos turné. És akkor ilyenkor egy kicsit úgy felborul azért az előkészületi program, és arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit ússzuk meg, akkor bejelentkezünk Budapestre, elmegyünk, és nem lesz szükség se fádíszíteni, ott majd minden szépen megvárnak, persze, hogy mi visszük innen a nagyon finom dolgokat, az erdélyi töltött káposztát azért azt nem hagyjuk a véletlenre. Amúgy különben én Magyarországon is ettem nagyon finom töltött káposztát, Szatmár megyébe, nagyon finom és nagyon érdekes, különleges íze van. Egészen másként készítik. Abszolút. Igen, ott más a Szatmár? Igen. Más az ízvilága, nem az, ami másként nálunk Erdélyben. Így is van. Szatmáron paradicsomban főzik? Igen. Igen, mi is Kárpátalja. Ja, hát igen, közel van hozzád. Igen, különben igen, közel van. Nagyon finomat ettem, ott koncerteztünk egy alkalommal, Homonyik Sanyival, és azt mondta, ő különben odavalósi Szatmár. Szatmár megyei is mondta, hogy gyere, kóstolj meg, milyen finom itt is a töltött káposzta, mert ő itt nálunk nagyon sokszor evett, és nagyon imádja, és akkor azt mondja, gyere, kóstolj meg, hogy nálunk milyen.
és valóban nagyon finom. Kicsit különlegesebb, kicsit érdekesebb a fűszerezés, de finom. Miket szoktál főzni? Én például a sütőben nagyon szeretek tenni dolgokat, ilyen sztékeket, vagy ilyen szűzpecsenyéket, begöngyölve baconbe. Különböző receptek vannak, amiket nagyon szeretek, vagy például a tésztás ételeket szeretem, illetve a laskás, mondjam így erdélyesen. Nagyon szeretem ezeket készíteni. Ezek a legnehezebbek, dolgokat. Ugye? Igen, a nehéz dolgok közé tartozik, de nagyon szeretem készíteni, és ezt a család nagyon szereti. Úgy képzelek el téged, hogy úgy megadod a módját. Mindent kikészíted, töltesz, van egy finom fehér bor. Így, egyszer pálinká. Bocs. Ildikó, hát ezt nem tudom. A módját meg kell adni, te mondtad. Felteszem a kötényt, amin azt írja, hogy titán, és kitöltök egy kis pálinkát, kocintok magammal, közben beszélgetek, hallgatom a rádiót, vagy épp nézem a tévét, szóval csend nincs, amikor főzök. Előkészítek mindenféle finomságot, ami éppenséggel a recept elkér, és akkor így megadom, nem sietem el a dolgokat. Azért az ebédet azt reggel 9-kor kell neki fogni elkészíteni. Ugye hát a húslevest is, az igazi húslevest, azt legalább 6 órán keresztül főzik, mert annak idején falun ugye a tyúkot azt reggel 6-kor odarakták főni, szépen, de csak így buborékozzon a víz, nem ilyen fővő vízbe, és akkor, mikor hazajöttek a templomból, akkor elkészült a tyúkhúsleves. Nem ilyen mostani, ilyen másfél órás tyúkhúsleveseket akkor nem készítettek régebb az öregek. Te majdnem mesterszakács vagy, nem? Mondhatjuk ezt? Hát olyan profin beszélsz róla. Jó, én csak pudingottól készíteni, úgyhogy én teljesen laikus vagyok. Általában a férfiak sokkal jobban főznek, mint a igen, egy nagyon finom tortellint készítettem utoljára, de ilyen 15 perc alatt kész volt. Nyilván nem én gyúrtam a tésztát, mert lehet kapni, hála Istennek, most már ilyen lefagyasztott tortellinket töltve, és hirtelen egy zseniális füstölt sajt mártásban, nagyon finom volt. Uh-huh. Na de annak ellenére... De a gasztronómiából térjünk hát egy kicsit a koncertjeidre. Igen. Melyek javában zajlanak. Igen. És pont onnan szakítottál időt ránk amúgy. Így van, tegnap Malomfalván játszottunk, Nyikó Malomfalván, azelőtt Kisgalomfalván, és csütörtökön kezdtük Nagyenyeden. Ma pedig Gyergyóalfaluban játszunk este 7 órától a Művelődési Házba. Baric Gergő lesz a vendégem. És holnap Szászrégenben leszünk, otthon hazai vizeken, és december 21-én pedig kedden este 6 órától a Marosvásári Vártemplomban leszünk, amit, ha jól értesültem, akkor az Erdélyi Televízió is majd lefilmez. Milyen hangulata volt eddig a koncerteknek? Hát 2 belőlük templomba volt, és mondhatom, hogy igazából ez a produkció hazatért. Mert úgy gondolom, hogy a szeretet ünnepének, a karácsonynak igazából a templomban a helye. Kicsit meghittebb. Ott minden más. Erdélyi karácsony a címe. Így van. Úgy gondoltuk, hogy erdélyi ünnepekből, erdélyi, hát nem éppen szokásokból, de azért a hangulatát meg szeretnénk adni, ami az erdélyi karácsonyokat illeti. Legalábbis hangulatban, amit át tudunk adni így a közönségnek. De az, hogy a templomokban, a 6 koncertből 3 a templomban van, az én úgy gondolom, hogy az egy csoda igazából. Hogy szoktál amúgy egy koncert előtt felkészülni? Van olyan, amit mindenképp meg kell tenned? Igen, megköszönöm a jó Istennek, hogy ott vagyok, és kérem, hogy segítsen át ezen a bő másfél órán, hogy sikeresen. Nem vagyok én egy lámpalázos típus, csak azért szeretem, hogy úgy jól menjen le minden hangosítás szempontjából is, meg fények szempontjából is, a technikára nagyon figyelek, és Sipos Laci barátomat köszönteném, ezáltal ő foglalkozik ezekkel a dolgokkal, fényhang, és ő a felelős ezért, és nagyon jól csinálja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki, úgyhogy ezekre inkább figyelek, meg az, hogy ne roncsom el a szöveget, mert általában szokásom ilyen dolgokat. Rengeteg szöveget írtam, rengeteg szöveg van a fejemben, és még a sajátjaimat sem tudom megjegyezni. És ugye a repertoár az olyan saját dalokból, saját karácsony meg ünnepi dalokból áll, és a magyar könnyűzene ünnepi dalaiból. Így hát van, mit tudom én, 16 dal, aminek, hát jó, néha leskelődök is, de azért arra nagyon figyelek, hogy ne roncsak, mert ne legyen zöld hajú lánya a gyöngyhajú lánytól, az fontos. Az. Igen, az nagyon fontos. Fontos számodra a karácsony? A legfontosabb ünnep az életemben, az, hogy Jézus Krisztus megszületett számunkra,
és a család ünnepe. Mindig gyerekkoromban is visszaemlékszem, hogy egy nagyon fontos, nagyon érdekes időszakon mentünk keresztül, ugye december elején a Mikulással kezdődően. Hát most már kimondjuk azt is, hogy december 1-től, mert iskolás korunkban december 1-től mindig szabad volt, és akkor attól a naptól már ugye... És volt hó is. És már volt hó, igen. És egy kicsit már úgy ünnepi hangulattá válik a dolog ugye az decemberi hónap elé, illetve advent első vasárnapjától mondhatom ezt. Inkább fogalmazzak így sokkal szebb. De ha már megúsztad ugye idén a karácsony, gondolom azért ajándékot szeretsz kapni. Van olyan ajándék, ami kimondottan tudsz örülni? Esetleg segítsünk azoknak, akik neked vásárolnának? Őszintén megmondom, hogy sokkal jobban szeretek adni, mint kapni. Ez most egy kicsit közhelyé vált, de és megmondom miért. Mert nagyon nehéz nekem ajándékot venni. Azért, mivel én az év folyamán tudom, hogy mire van szükségem. Mindig is sose panaszkodok, hogy erre van szükségem, vagy arra, vagy tippeket nem szoktam adni. Én tudom, hogy mire van szükségem, és mi kell nekem, és azokat általában beszerzem, és megvásárolom magamnak. Ezek inkább ilyen technikai dolgok a stúdióban, mivel dolgozom, így zenét írok, vagy ami nagyon fontos, meg ruházatban is, hogyha látok valamit, nagyon szeretek vásárolgatni, egy ilyen nőtípus vagyok ebből a szempontból. Ritka dolog. De tényleg, én nagyon szeretek vásárolni amúgy. Kettő, egy. Én szeretek járni üzletekbe vásárolni, ruhákat nézni, meg szeretem ezeket a dolgokat csinálni, úgyhogy ez az év folyamán ezeket mind megteszem, úgyhogy december 24-ére tulajdonképpen már nem lehet nekem meglepetés szerezni, illetve lehet, hogy igen, de sokkal jobban szeretem azt látni, amikor kibontják az ajándékot a szeretteim, és látom az örömöt és a meglepődést az arcukon. Ez számomra egy feltöltődés, mint az, hogy én fogok egy dobozt és kibontom, és attól félek, hogy az arcomra mindig kiül minden. Ha valami nem tetszik, akkor én megbántsak valaki más. És akkor ugye ne a két színűségről szóljon a karácsony, hogy most annyira boldog vagyok ennek a valaminek, amit nem tudom, mit kezdek vele. És sokkal jobb adni, én úgy gondolom. Lássam azt, hogy meglepődött és örül, vagy nem. Lehet, hogy én is úgy járok éppenséggel. Örömet okozni egy jó dolog. Igen, és még nem engedünk el. Tudjuk, hogy nagyon sietsz, de mi átadunk néhány üzenetet, és esetleg adnánk neked egy feladatot. Mit szólsz hozzá? Szeretsz játszani amúgy? Igen. Igen? Igen. Jó, akkor az a kérdésünk. Ő ad nekünk egy feladatot. Hát most inkább mi adjon neked. Az lenne a kérdésünk, hogy írj egy-két kijelentést magadról, a munkásságodról, ami lehet igaz, vagy lehet hamis. Nekünk meg az lesz a feladatunk, hogy kitaláljuk, hogy igazat mondtál-e, vagy sem. Mit szólsz? Mondom, hogy mi fogjuk adni a feladatot. Benne vagyok, nagyon szuper. Szívesen. Jó, oké. Akkor most kiderül, hogy mennyire ismerjük elődöt. Igen, hamarosan. Néhány üzenet, és akkor várunk vissza. Benne. Újra köszöntjük elődöt. Kicsit izgulok. Kicsit is most már éve. Milyen? Azok kedvéért, akik esetleg most kapcsolódtak be, mondjuk el, hogy állítani fogsz most magadról valamit, és nekünk ki kell találni, hogy ez igaz vagy hamis. Uh-huh. Jó. Ruha. Kezdhetjük? Igen. Jó. Mindig mindenhonnan elkések. Igen. Igen. Nem. De ma elkéstél. Ma koncertem van, és lesz. Na, akkor ezt megbocsátjuk. Különben, és amúgy dugó is volt, különben nem, mindig írtozatosan nagyon beszeretem osztani az időt, és nem szeretek játszani senkinek az idejével. Számomra nagyon fontos az idő, és úgy gondolom, hogy másnak is nagyon fontos. Emiatt mindig legalább 15-20 percre szeretek mindig odaérni mindenhonnan, ami nagyon-nagyon fontos, meg ami nem is annyira fontos. Úgyhogy általában én szoktam várni másra. Én jó. Pont ezt mondtam volna rólad, de mivel ma késtél, azért kezdtél gyanús lenni. Tényleg, de máshol soha nem késtél. Nem, most tényleg a dugó miatt, meg egy picit a koncertek miatt is nem tudtam. Akkor elnézést kérünk, hogy túl hamar ítélkeztünk. És tényleg ez, nagyon szeretek a időbe ott lenni mindig, mindenhol. És ezt értékelem amúgy, mert én is így vagyok mindig. Na, ezt szinte tudtuk. Közel 150 szerzeményem van. Na most sok az a kérdés, van. Az a kérdés, hogy én szerintem biztos megvan 150, de lehet, hogy több van. De lehet, hogy kevesebb. Szerintem kevesebb, nem. És ha csak 130? Szerintem az a gyanú, hogy több van. Na, közel te mondd a választ. Az én felelősségem legyen. Tehát én azt mondanám, hogy 150 megvan, de több van, mint 150. Még nincs teljesen 150. Mondtam!
130. A musical dalokkal, meg minden ilyen színházi darabokkal együtt 130 van. Ti összebeszéltetek plusz, szerintem. Nem, plusz a könnyűzene, amit másnak is írtam, szóval ilyen 130. Tényleg? Biztos? Igen. 20, meg nincs ott valami? Na, jó, fejezd be! 130. Szóval akkor igaz volt ez okay. A... Jó. Kedvenc ételeim közé tartoznak a tengeri herkentyük. Nem. Milyen mediterrán helyeken jártál eddig? Sehol. Akkor nem. Nem. Hamis, nem. Disznó, hát az előbb mondta, hogy spíz meg minden, hogy ja. Jó, de attól még szeretheti hát a kajról. Nem. Nem. Négy gyerekem van. Kettő van. Jó, oké. A New Yorki fellépést a repülési félelem miatt nem vállaltam. Hú. Szoktál repülni amúgy? Csak úgy kérdezem. Nem szoktál? Vagy szoktál? Nem válaszolhatok. New Yorkba eljutni vonattal, hajóval, biciklivel, gyalog. Az óceán alatt, vagy hogy? Lehet, hogy félsz repülni? Nem, szerintem nem fél. De nem hiszem, olyan típus, mint aki félne. Nem. Szerintem nem. Szóval hamis. Igen. Igaz. Komolyan? Igaz. Tényleg, amiatt van, a kijelentés igaz? Abszolút. Repültem már Svájcba, felléptem Zürichbe 2011-be, és ez a lehetőség 2016. június 4-én lett volna egy trianoni megemlékezés New Yorkba, és Tóth Reni hívott fel, hogy Varga Miki épp nem ér rám, mert valami közbe jött, és nem mennék vele fellépni. És nem mentem. De azért, mert félsz a repülőstől? Igen. De tudod, hogy a legbiztonságosabb tudom, közlekedési tudom, abszolút tisztában vagyok. Repülni repültem, azelőtt persze voltam. Véged volt. Tudván az a gondolat, hogy más, szóval repültem Kolozs, akkor még volt Malév, Kolozsvárról Budapestig repültem, ott váltottam, és Budapest-Zürich. Szóval tudván, hogy az első az 40 perces, utána a helyülők, meg másfél órás, ezek ilyen elteltek, ilyen nem volt gond. Uh-huh. De amikor tudatában vagyok abban, hogy 12 órát repülök, és mi a fenét csinálok, azt mondom, nem. Hát azt is osztottad volna a kettőben, mondjuk vásárhelyi London. Nem, van, aki nagyon fél a repüléstől. Igen, ahogy nem. A Beregszászi Színháznál van egy hangtechnikus, meghívták a színházat pár évvel ezelőtt Novoszibirszkbe, nem akart felszállni a repülőgépre, kapott injekciót, masszírozták a fejét, pánikbeteg lett, 6 órát állt a repülőgép egy helyben, mert nem tudott felszállni, már mindenki ment belőle. Igen, azt kell még. Azt mondta, hogy még egyszer soha az életben nem száll fel repülőgépre. Jó, ennyire nem félek. Ennyire nem. Akkor legközelebb vállalt. Hát szerintem is. Max, egy kicsi nem tudom, vannak ilyen finom növényi kivonatú nyugtatók, és szerintem azzal el van az ember amúgy. Na, úgyhogy repültem már rövid távon, az úgy kellemes volt, de maga gondolat, hogy ilyen tizenannyi órát kell repülni, ezt nem akartam vállalni. Nem vagy van első osztályú? Nem. Első osztályon amúgy lehet aludni is. Vannak olyan repülőgépek, ahol nyugodtan alszol, és végig alszod valójában az egész. Milyen repülőt. Jó, aki tud aludni. Végén nem tudok aludni a repülő nappal. Na jó. Nem húzom tovább az időt. Megírtam az Isten széke című dalt, de sose voltam az Isten székén. Csak kellett legyen az Isten székén. Nehéz oda feljutni. Dehogy mert nehéz. De, tele van ágakkal, fákkal, 1340 valamennyi nem méter. Nem a Himalája. Hát nem, de nehéz feljutni a csúcsra az utóbbi időben. De először szerintem csak így nem simál, fél lábon feljutnál. Én azt mondanám, hogy voltál. Szóval te azt mondod igaz, te azt mondod igen. Hamis. Nem, te azt mondod igaz. Én azt mondom, hogy hamis, ő azt mondja igaz. Igen. Nem voltam soha az Isten székén. Nem volt. Most megígérték nekem, hogy annak tiszteletére, hogy megírtam ezt a dalt, fel fognak vinni terepjáróval egy ilyen egyesület, aki az Isten széke vidékét gondozza, úgyhogy hamarosan meg fogom látni, de különben nem jártam. Hát ha nem visznek ők fel, én viszlek fel. Jó. Ahogy én sem voltam. Nem voltál. Én sem voltam. De róla nem gondoltam volna, hogy nem voltam. Nem voltam. És akkor még legyen egy... Még legyen egy kérdés. Egyedül tanultam meg gitározni. Autodidakta módon? Igen. Én ezt elhiszem. Igen, én is. Így van. Igen. Na, igen. Egyet eltaláltam a tízből. Jöjjük, ott egyszer jobban kiismerted előtt. Mit tervezel 2022-re?
egészségesnek maradni, békésnek maradni, és sok koncertet adni az erdélyi és a Kárpát-medencei közönségnek. Szoktál újévi fogadalmakat tenni amúgy? Nem. Nem? Soha. Nem. Soha? Nem. Minden rendben van, eddig minden oké. Mindenre meg vagyok elégedve. És befék a repülőtől, vagy ne, jó, hát, menjek fel az Isten székére. Nem tudom, ezek bakancslistát nem szoktam írni. De nem, én úgy gondolom, hogy minden rendben van, aztán az év úgyis, az év közben úgyis eldől, hogy mit csináltam, és jól vagy, mit kevésbé jól. Mit üzennél a rajongóknak? Rokonoknak? A karácsony alkalmával. A rajongóknak... és mindenkinek, aki most jelenleg a televíziót nézi, kívánok egy meghitt, áldott, békés, egészséges, boldog karácsonyt a szerettei körében, és azt kívánom mindenkinek, hogy ez az érzés, amivel tápláljuk most ünnepek előtt, meg ünnepek alatt önmagunkat, ne csak 3 napot tartson, hanem próbáljuk meg ezt kihúzni sokkal több időre, és sokkal, de sokkal jobb lesz az életünk. A rajongóimnak pedig azt kívánom, hogy jó magyar muzsikát hallgassanak, minőségi zenét, és ne akármit. Üdvözlöm a családomat, szüleimet, feleségemet, gyerekeket, és Ella nénit üdvözlöm Péter lakáról, ő nagyon szeret, ő a feleségem nagymamája, úgyhogy őt is köszöntöm, Joli nénimet köszöntöm pedig, Szászrégem, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel köszöntök. És boldog karácsonyt! Köszönjük, hogy itt voltál, engedünk el a koncertre. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és boldog karácsonyt nektek is. Köszönjük szépen neked is. Áldott ünnepet. Köszönjük.